A mi hazánk már többször felszólalt a készpénz használat korlátozása ellen, mivel évről évre azt tapasztaljuk, hogy fokozatosan, alattomos módon kivezetik. A fiatalok kifejezetten áldozatai ennek a folyamatnak, nem véletlen, hiszen őket már a készpénzmentes élethez próbálják szoktatni. Több diák is jelezte felénk, hogy akarata ellenére kellett bankszámlát nyitnia, hogy egyetemi tanulmányait meg tudja kezdeni, sőt, mi több, a kollégiumi lakhatását is csak banki átutaláson keresztül fizetheti be. És ez csak egy kis része, amely a fiatalokat korlátozza a készpénz használat terén. Ha valaki el akar menni szórakozni, már azt sem teheti meg bankkártya nélkül. Hiszen a legtöbb fesztivál és koncerthelyszín átváltott az úgynevezett készpénzmentességre, a gyorsaságra és a biztonságra hivatkozva. A mi hazánk és a mi hazánk ifjai követeli, hogy ne korlátozzák a készpénz használathoz való jogunkat, és a fesztiválokon is szabadon dönthessünk arról, hogy mivel szeretnénk fizetni, ugyanis hosszú távon ez a korlátozás a szabadságunk egy részének teljes elvesztéséhez vezethet.